20 ezer felett az új fertőzöttek száma, pánikra egyelőre semmi ok, alig kerülnek kórházba betegek. Már az Omikron alvariánsa is terjed, ettől is kár lenne megijedni, úgy tűnik nem durvább, mint az eredeti változat. Bevándorlási bomba ketyeg Lampedusán, erre figyelmeztet az olasz jobboldal, annyian jönnek, hogy már tesztelni sem tudják őket. És megérkezett az első gólya, Kele, a Somogy megyei Vörs lakója nyerte a gyorsasági versenyt. Ez a Híradó este 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk! Több mint 20 ezer új fertőzöttet találtak egy nap alatt, ilyenre korábban még nem volt példa, teljes erővel terjedt át az Omikron, de, és ez az igazán fontos adat, miközben sok ezerrel nő naponta a fertőzöttek száma, kórházban például ma reggel 30 beteggel ápoltak többet, mint tegnap, vagyis továbbra is ritkán okoz komoly tüneteket az Omikron, és főként az oltatlanoknál. Saját bőrén tapasztalta meg nemrég a koronavírus tüneteit Szukenyák Tamás, ezért nem gondolkodott sokáig az oltáson. Tüdőgyulladásom lett, és hát megszenvedtem. Hozzá hasonlóan egyre többen kérik a vakcinát a Békés megyei oltópontokon. Sokan az ismétlő injekcióért, egyre többen pedig már a negyedik dózisért mennek. Azoknak javasolt jelenleg ennek a felvétele, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak, illetve valamilyen olyan súlyos társult betegségben, krónikus betegségben szenvednek. Miskolcon is szép számmal jöttek a páciensek, most azokat várták, akik előzetesen regisztráltak és időpontot is foglaltak. Javasolták az orvosok, hogy 69 éves vagyok, hogy vegyük fel az oltást. Már készülnek az újabb oltási akcióra, akár csak eddig úgy ezen a héten is csütörtökön, pénteken és szombaton előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztráció után is beadják az oltást. 20-szor annyian halnak meg, ha nincs megfelelő oltásuk, mint ha be vannak oltva. Az oltásra buzdít a Honvéd Kórház főigazgatója is. Vikonkál Norbert kiemelte, az Omikron jóval gyorsabban és jóval több embert fertőz meg, mint a vírus korábbi változatai, a súlyos szövődményeket pedig egyedül a vakcinával lehet megakadályozni. Az Omikron nagyon erősen tényleg, ahogy szoktam mondani, átmegy a falon. Tehát azt gyakorlatilag megvédeni az oltások, hogy elkapjuk a fertőzést, nagyon kicsi az esélyre. Azt a maszk képes, meg a megfelelő távolságtartás képes megcsinálni. De azt, hogy a fertőzésből baj legyen, kórházba terülés legyen, ne agyisten intenzív osztály legyen, azt egyértelműen az oltás ki tudja védeni. Szerdára több mint 20 ezer embernek lett pozitív a tesztje, és meghalt 69 ember a szövődményekben. Kórházban 3145 beteget ápolnak, közülük 164-en vannak lélegeztetőgépen. Az M1-nek nyilatkozó víruskutató is arra hívta fel a figyelmet, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi az új fertőzött, hanem az, hogy az oltások miatt sokkal kevesebben kerülnek kórházba az ötödik hullámban, mint a korábbi hullámokban. Fertőződni, nagyon sokan fertőződnek, és ezzel tulajdonképpen nekünk nincs is gondunk, hiszen a fertőződés önmagában nem okoz problémát. Az a fontos, hogy senki ne betegedjen meg, és ebben segítenek a vakcinák, tehát a vakcinák azt akadályozzák meg, hogy valaki beteg legyen, lélegeztetőgépre kerüljön, vagy meghaljon a fertőzés következtében. Különösen most az Omikron variánsnál a fertőzöttek száma az soha nem látott magasságokba emelkedik, de reméljük, hogy nagyon alacsonyan marad, éppen részben az oltottság, részben pedig az Omikronnak a gyengébb megbetegedő képessége miatt alacsony szinten marad majd a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépesek és az elhunytak száma. Magyarország 150 ezer adag AstraZeneca vakcinát ad Ecuadornak, ezt Szijjártó Péter jelentette be. A külügyminiszter azt mondta, hogy nekünk is az az érdekünk, hogy a világ minden pontján felgyorsuljon az oltás, mert ez csökkenti az esélyét annak, hogy újabb mutánsok alakulnak ki. Az ecuadori kormány kérésére úgy döntöttünk, hogy 150 ezer adag AstraZeneca vakcinát küldünk nekik. Ezekkel az oltóanyagokkal remélhetőleg Ecuador is fel tudja gyorsítani az oltási kampányát, ellen tudnak állni a világjárvány kihívásainak, és ezáltal Magyarország még inkább hozzá tud járulni a világjárvánnyal szembeni globális, tehát világszintű védekezés sikeréhez.
Közben a világsajtó újabb alvariáns terjedéséről ír, méghozzá lopakodó alvariánsról. A címek nyilván rémisztőek, de egyelőre az Omikron alvariánsa nem tűnik semmivel sem veszélyesebbnek, mint maga az eredeti változat. A WHO minden esetre azt kéri a kutatóktól, hogy tanulmányozzák az alvariánst. Minden eddiginél több 43 ezer új fertőzöttet találtak egy nap alatt Dániában kedden. Ez kétszer annyi, mint a két héttel korábbi adat. Az aktív esetek száma egyetlen hónap alatt megháromszorozódott. Karácsonykor még csak 145 ezer, most már csaknem 450 ezer aktív fertőzöttet szűrtek ki. A szakembereket is meglepte, mennyire gyorsan terjed a vírus. Ennek oka pedig egy új, rendkívüli sebességgel terjedő vírusváltozat lehet. A hivatalosan BA2 nevű mutáció szinte megegyezik az Omikron vírus változattal. A szakértők ezért nem is egy új vírustörzsként kezelik, hanem az Omikron egyik alvariánsaként. Úgy emlegetik, mint a lopakodó variánst, amely mostanra 40 országban van jelen. Először Dél-Kelet-Ázsiában, a Fülöp-szigeteken mutatták ki még novemberben, de azóta minden kontinensen felütötte a fejét a BA2. Rendkívül gyorsan terjed, néhány hét alatt Dániában több mint 6000, Indiában 500, az Egyesült Királyságban pedig már 400 ember szervezetében mutatták ki. A brit egészségbiztonsági ügynökség koronavírusért felelős igazgatója egy friss interjúban mindenkit nyugalomra intett. Szerinte a BA2 csak néhány genetikai jellemzőben különbözik az eddig ismert Omikrontól, így az esetek többségében valószínűleg ez az alvariáns is enyhe lefolyású betegséget okoz majd. A szakértők szerint mindennapos, hogy egy vírusnak mutációi és további alvariánsai alakuljanak ki. Az influenzának is számtalan változata és alváltozata van, és évről évre mutálódik. Nem tudjuk, mi lesz ezután. Lehet, hogy jön valami, ami veszélyesebb, mint a mostani helyzet, de az is lehet, hogy nem. Az egyetlen tanulság az, hogy fel kell készülnünk, mondta a Cambridge-i egyetem kutatója. A szakemberek ugyanakkor azt mondják, egyelőre kevés laboratóriumi adatuk van a BA2-ről ahhoz, hogy messze menő következtetéseket vonjanak le róla. Ezért az Egészségügyi Világszervezet arra kérte a világ vezető kutatóintézeteit, hogy kiemelten figyeljék és vizsgálják az Omikron új alváltozatát. Egyre feszültebb a helyzet Nagy-Britanniában. Állítólag elkészült, de még nem került nyilvánosságra az a jelentés, amely a Boris Johnson hivatalában tartott illegális partik hátterét vizsgálta. A brit miniszterelnök lemondását egyre többen követelik a saját párttársai közül is, Johnson azonban nem mond le. A napokban már zsarolási szál is előkerült, állítólag nyomást gyakorolnak a Johnson ellenes képviselőkre, hogy ne szervezkedjenek. Happy birthday to you. Az iskola udvarán köszöntötték a gyerekek az odalátogató Boris Johnson brit miniszterelnököt az angliai Bovingtonben. A felvétel 2020. június 19-én a kormányfő 56. születésnapján készült. Néhány órával később a miniszterelnöki hivatal üléstermében tartott meglepetés bulin is felhassant a dal, amelyet nagyjából 30-an énekeltek teletorokból. Angliában akkoriban még érvényben voltak a járványellenes szabályok. Tilos volt beltéri rendezvényt tartani, még a rokonlátogatásokat is korlátozták. A hetek óta húzódó botrány újabb epizódja kedden került a címlapokra. A brit sajtóban keringő információk szerint a koronavírus járvány kitörése óta a londoni kormányzati intézményekben legalább 17 népes összejövetelt tartottak, miközben a kabinet országszerte szigorúan korlátozta a kapcsolattartást. A botrány kirobbanásakor két hete Boris Johnson a parlamentben kért bocsánatot. Már akkor egyértelmű volt, hogy a 2019-ben hatalomra került kormányfő eddigi mandátumának legsúlyosabb botrányával kénytelen szembenézni. A kabinet hivatalos vizsgálatot indított az ügyben. Kedden azonban még a miniszterelnök mellett kiálló kormánytagok is kínos sietséggel távoztak a kabinetülésről. A Scotland Yard főparancsnoka ugyanis bejelentette, hogy a rendőrség is kivizsgálja a tudomására jutott eseteket. A kabinetiroda által átadott információk, valamint a rendőrség helyzetértékelése alapján két évre visszamenőleg megvizsgáljuk, hogy a miniszterelnöki hivatalban és egyéb kormányzati intézményekben tartott rendezvények megsértették-e a járványügyi előírásokat, közölte a rendőrfőnök. A bejelentés óta a saját pártjában is egyre többen követelik Boris Johnson távozását. Az alsóházi konzervatív frakcióban többen bizalmi szavazást kezdeményeztek, ám mostanáig nem gyűlt össze az ehhez szükséges 54 aláírás.
A szerdai viharos parlamenti ülésen a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezére ismét megkérdezte a kormányfőtől, hogy hajlandó-e végre lemondani. Boris Johnson nemmel válaszolt, majd az általános hangzavar közepette sorolta kormánya eddigi eredményeit. A történtek azonban alaposan megtépázták a miniszterelnök népszerűségét. Még a konzervatív szavazók egy része is úgy véli, távoznia kellene posztjáról. Sokan meghaltak akkoriban, az emberek többsége pedig még most is betartja a járványügyi intézkedéseket. Ha a vizsgálat bebizonyítja, hogy megszegték a szabályokat, akkor a kormányfőnek le kell mondania, vélte egy londoni férfi. A botrány még a fogadóirodák forgalmát is felpörgette az elmúlt két hétben. Már a következő kormányfő személyére is lehet fogadást kötni. Ugrásszerűen megszaporodtak a politikai témájú tétek. A bookmakerek szerint egyre többen vélik úgy, hogy Boris Johnson évvégére már nem lesz hivatalban, mondta az egyik londoni iroda vezetője. Az érintettek azonban egyelőre a hivatalos vizsgálat eredményét várják. A kabinetiroda által kijelölt bizottság eredetileg szerdán tájékoztatta volna a miniszterelnököt, aki azt ígérte, hogy a parlament előtt reagál a megállapításokra. Ám erre valószínűleg egy-két napot még várni kell. Továbbra is érvényben maradnak a szigorú korlátozások Ausztriában. Az üzletekbe és az éttermekbe például a jövő héttől is csak beoltottak vagy gyógyultak mehetnek be, kötelező tehát a védettségi kártya. Engedmény viszont, hogy az oltatlanok számára véget ér a karantén, tulajdonképpen szabadon elhagyhatják hétfőtől az otthonukat. Más kérdés, hogy szinte semmit nem csinálhatnak oltatlanként. Ráadásul februártól kötelező az oltás Ausztriában, szóval nem jó ötlet oltás nélkül az utcán sétálgatni. A jövő hét elején megszűnik az oltatlanokat sújtó vesztegzár Ausztriában. Az osztrák kancellár sajtótájékoztató jelentette be, hogy hétfőtől bárki bármikor elhagyhatja a lakását. Kár Néhammer a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az Omikron nem okoz túlterheltséget a kórházakban. Az intenzív terápiás osztályok kihasználtsága stabil, ezért nincs szükség az oltatlanokat sújtó vesztegzárra, mondta az osztrák kancellár, ugyanakkor leszögezte, a járványnak korán sincs vége, ezért szigorú óvintézkedések maradnak életben. Ausztriában november 15-e óta szigorú vesztegzár vonatkozott azokra, akik nem vették fel a védőoltást. Csak a legszükségesebb esetben hagyhatták el az otthonaikat, például akkor, ha élelmiszert vagy gyógyszert vásároltak. Ez a zárlat most megszűnik, de az oltatlanok továbbra sem mehetnek étterembe vagy olyan üzletbe, ahol nem alapvető cikkeket árulnak. Az oltatlanok azonban nem sokáig örülhetnek a visszakapott szabadságnak. Európában elsőként ugyanis Ausztriában rendelték el a kötelező védőoltást. Február 1-től azok, akik nem kapták meg a koronavírus elleni vakcinát, akár 1 millió forintot is meghaladó pénzbírságra számíthatnak. Ezért is meglepő, hogy egyre kevesebben jelentkeznek oltásra a nagyobb oltópontokon. Ebben a bécsi kórházban csak elvétve térnek be az emberek. Az itt dolgozó egészségügyi szakember szerint, aki akarta, az már decemberben beoltatta magát. Eddig az osztrákok 85%-a vett fel 2 adag vakcinát, vagyis 10 000-ek számíthatnak a közeljövőben pénzbírságra. Több hetes szigorú korlátozások és zárlat után a holland kormány is belátta, hogy így nem lehet védekezni az Omikron ellen, ráadásul a gazdaság is tönkre megy, és az emberek is egyre nehezebben bírják a korlátozásokat. Hiába van tehát csúcson most az új fertőzések száma, elkezdenek enyhíteni. Szerdán jelentette be Mark Rutte holland miniszterelnök, annak ellenére is feloldják a legszigorúbb járványügyi korlátozásokat, hogy a járványgörbe meredeken emelkedik az országban. Az új fertőzések száma ugyanis hétfőn meghaladta a 64 ezret, amire korábban még soha nem volt példa Hollandiában. A mai nappal lazítunk a korlátozásokon, mi alatt a fertőzések számbeli növekedése továbbra is óriási. Mindez ellentmondásosnak tűnik 2 év Covid után. A járványügyi munkacsoport most mégis azt mondja, bizonyos feltételek mellett bármilyen szolgáltatás újraindulhat, mondta a kormányfő. Hollandiában december 18-a, vagyis az Omikron variáns terjedése óta zárva tartottak az éttermek, bárok és az éjszakai klubok, de lehúzták a rolót a stadionok, múzeumok és színházak. Ezentúl azonban este 8 óráig nyitva tarthatnak a vendéglátóhelyek, és bár csak korlátozott számban, de újra fogadhatnak vendégeket a sport és kulturális létesítmények is. Nagy volt a társadalmi nyomás a hágai kormányon, hogy enyhítsen a szigorú óvintézkedéseken. Már a múzeumok és a koncerttermek is ellenszegültek.
A királyi koncert Hebáú színpadán nagyzenekari kíséret mellett fodrászatot nyitottak, míg a Van Gogh Múzeumban kézápolási szolgáltatásokat kínáltak. A zárlat alatt ugyanis a fodrászatok és szépségszalonok nyitva tarthattak, a múzeumok azonban nem. Ezt nehezményezték a kulturális élet szereplői. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kulturális szektornak újra kell indulnia, a múzeumok kifejezetten biztonságos helyek. Ezt a demonstrációt is úgy szerveztük meg, hogy az óvintézkedéseknek maximálisan eleget tegyünk. Óriásiak a terek, van lehetőség a távolságtartásra, mondta a Van Gogh Múzeum igazgatója. Az elmúlt hetekben rendszeressé váltak a tömegdemonstrációk is. Szerte Hollandiában ezrek vonultak utcára, dacolva a gyülekezést korlátozó szigorú szabályokkal. Holott Hollandiában soha nem látott méreteket öltött a koronavírus terjedése, az aktív esetek száma megközelítette az 1 milliót, ami közel négyszerese a harmadik hullám csúcsán mért értéknek. Több száz koronavírusos beteg fekszik kórházban, több mint 250-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A halálesetek száma azonban jócskán elmarad a korábbi járványhullámok csúcsértékétől. Idén eddig 300-an vesztették életüket Hollandiában, míg az előző év azonos időszakában 2200-an. Annyi bevándorló érkezik Lampedusa szigetére, hogy elfogytak a koronavírus tesztek. A helyiek tiltakoznak, mert ők, hogyha nem oltatják be magukat, akkor semmit nem tudnak csinálni. Még Olaszország szárazföldi részére sem jutnak el komppal, a bevándorlókat viszont tesztelés és oltás nélkül is beengedik, sőt, utaztatják őket a különböző táborok között. Az egyik jobboldali olasz politikus úgy fogalmazott, hogy bevándorlási bomba ketyeg Lampedusán. 319 migránssal a fedélzetén kötött ki szerda hajnalban a spanyol tengeri mentőszolgálat hajója a Kanári-szigeteken. Az illegális bevándorlókat 6 különböző csónakból mentették ki a nyílt tengeren. Volt olyan lélekvesztő, amelyikben 120 ember zsúfoltak össze az embercsempészek. Megállás nélkül érkeznek a migránsok a Marokkóhoz közel fekvő Atlanti-óceáni szigetekre. Tavaly több mint 22 000 érték el az Európai Unió területét ezen a szakaszon, vagyis nagyjából annyian, mint egy évvel korábban. Az embercsempészek egyre kevésbé törődnek az illegális bevándorlók biztonságával. 2021-ben több mint 4 000 vesztek a tengerbe átkelés közben, kétszer annyian, mint a megelőző évben. Még rosszabb a helyzet az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetén. Kett hajnalban az olasz parti őrség hajója 283 migráns tett partra. A tengeren hánykolódó egyiptomi és bangladesi illegális bevándorlók közül 7 kihűlés miatt haltak meg. Alig 4 nappal korábban 305 migránst vettek a fedélzetükre egy bárkáról a parti őrség hajói. A túlzsúfolt csónak utasait ugyancsak Lampedusára szállították. Olaszországban az év első 3 hetében már több mint 1800 migráns ért partot. Már január 1-én érkezett egy 440 fős csoport Szicíliába. Az újabb migráns áradat miatt Matteo Salvini közösségi oldalán felelősségre vonta hivatali utódját, Luciana Lamborghese jelenlegi belügyminisztert. A Liga vezetője szégyennek nevezte, hogy a januári migrációs adatok még az előző évinél is rosszabbak. Pedig már tavaly is rendkívüli mértékben nőni kezdett az érkező migránsok száma, több mint 67 000 érték el az olasz partokat, ami duplája a 2020-as adatnak. Lampedusán mostanra olyan sokan vannak, hogy le kellett állítani a migránsok koronavírus tesztelését. A szigeten ugyanis elfogytak az ehhez szükséges eszközök. A belügyminisztérium államtitkára a helyzetet migrációs bombának nevezte. A Covid szűrés felfüggesztésének híre pedig óriási felháborodást keltett a sziget lakói között. Olaszországban ugyanis a szigeteken élőket a többi állampolgárnál sokkal súlyosabban érintik a járványügyi korlátozások. A kompokra ugyanis kizárólag oltási igazolással engedik fel őket. A gond az, hogy míg a szárazföldön oltás nélkül is bárki bárhová elmehet a saját autójával, nekünk gyakorlatilag kötelezővé tették a vakcinát, ez így diszkrimináció, mondja a Lampedusát és a többi hasonló kis szigetet tömörítő szervezet elnöke, aki egyébként támogatja a védőoltás felvételét. A lampedúzaiak elfogadhatatlannak tartják, hogy amíg őket gyakorlatilag száműzetésre ítélik, addig a migránsok teszt nélkül is folyamatosan érkezhetnek az amúgy is túlzsúfolt befogadó központokba.
A kormány foglalkozik azzal, hogy milyen változásokat dolgozzanak ki a határvédelemben. Erről beszélt a miniszterelnök fő tanácsadója ma estében nemrég. Bakondi György szerint az elmúlt időszakban egyre többször támadják meg a határt védő rendőröket, illetve katonákat, ezért növelni kell a fegyveresek számát. Bakondi György arról is beszélt, hogy tavaly januárhoz képest eddig nagyjából 3000-rel többen próbáltak áttörni a magyar határon, ezért a kormány azon dolgozik, hogy hosszú távú, stabil határőrizeti rendszert alakítson ki. A kormány túl azon, hogy megbecsüli a rendőrök és katonák munkáját, ugye kifizetésre kerül a 6 havi fegyverpénznek hívott juttatás és 10%-os bérfejlesztés, emellett hosszú távú stabil határozati rendszer kiépítésére törekszik, amelyik mindaddig, amíg ez az illegális migráció tart, már pedig ennek egyelőre nem látszik a vége, képes a magyar szuverenitás, a magyar emberek biztonságának az oltalmazására a határon. A magyarok többsége attól tart, hogy az egészségügy területén is rosszabbul járna egy kormányváltással, mert a 2010 előtti idők jönnének vissza. Erről beszélt egy elemző az M1-en. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a kampány egyik fontos témája lesz az egészségügy. A baloldali pártok nem is titkolják, hogy át akarják alakítani az ellátási rendszert, mert szerintük most rosszul működnek a kórházak. A Fidesz szerint azonban 2010 előtt kiderült, hogy mit jelentenek valójában a baloldali reformok. A 2010 előtti idő köszön vissza, amikor szintén pénzt vontak ki az egészségügyből. Ha a baloldal hatalomra kerülne, újra megszorítások jönnének, kórházakat zárnának be és fizetőssé tennék az ellátást. Erről a századvég politológusa beszélt az M1-en. Kiszeli Zoltán szerint komolyan kell venni a baloldal kijelentéseit az egészségügyről. 164 fekvőbeteg gyógyintézet van. Ez nagyon sok. Ez indokolatlanul sok. A DK-s László Imre például tavaly nyáron azt mondta, 60-70 kórházat be kellene zárni, mert azokból kevesebb is elég lenne. Sokkal jobban jár mindenki. Gyurcsány Ferenc másik egészségügyi szakértője, Komáromi Zoltán is jó ötletnek tartja az ellátás központosítását, főként vidéken. Egy szülészet akkor működik jól, és akkor biztonságos ott szülni, hogyha egy évben azon az osztályon 500 szülést levezettek. A szülés az nem betegség. Komáromi Zoltán szavai összecsengnek Márki-Zay Péter mondataival. A baloldal miniszterelnök jelöltje még tavaly decemberben beszélt arról, hogy a szüléshez nem kell orvos. Egy szülésznő, ha megfelelően fel van készítve, egy holisztikus szülésznő, az tökéletesen biztonságosan le tud vezetni egy szülést. A baloldal miniszterelnök jelöltje arról is próbálta meggyőzni a hallgatóságot, hogy egyes szemműtéteket célszerűbb lenne Indiában elvégezni. Inkább menjen el, adunk egy repülőjegyet, menjen el Indiába. Az Origo a kijelentések után arról írt, Márki-Zay Péter az egészségügy magánkézbe adása mellett a vízi díj és a kórházi napi díj kérdésében is a gyurcsányi politikát követni, ha kormányra kerülne. Napi díj és a vízi díj népszavazása óta Orbánéknál tabu. Bármiféle piacosítás. Nagy hiba. A baloldal miniszterelnök jelöltje annak ellenére beszélt erről, hogy ezeket a díjakat egyszer már egyértelműen elutasították a magyar választók. Kiszeli Zoltán kiemelte, a felmérések azt mutatják, hogy az emberek véleménye azóta sem változott, vagyis nem kérnek a megszorításokból. A többség azt gondolja, bőven 50% fölött, hogy rosszabbul járna egy kormányváltással, és például az egészségügy területén, a kórházak bezárásával, a fizetős egészségüggyel, vagy ha tényleg megvalósulnak ezek a bizarr ötletek, hogy külföldre küldik majd a betegeket műtétre, mert ott olcsóbb, vagy gyorsabban csinálják meg, akkor ezzel bizony az életminőség is romlana. A század vége napokban közzétett egy kutatást, amely szerint Márki-Zay Péter népszerűsége folyamatosan csökken. A megkérdezettek 59%-a nincs jó véleménnyel a baloldal miniszterelnök jelöltjéről, és mindössze 33% válaszolta azt, hogy szimpatikus neki a közös jelölt. A századvég felmérése rámutat arra is, hogy Márki-Zay Péter már a fővárosiak többségének bizalmát is elveszítette. Újabb gyanúsnak mondott ingatlanügyet talált Budapesten a Fidesz. Fürjes Balázs államtitkár szerint áron alul akart eladni a főváros egy 12. kerületi villát. A hírek szerint 508 millió forintért szerezhette volna meg egy vevő az ingatlant, ám ennél már évekkel ezelőtt is egy felmérés szerint többet ért. Az állam ezért élt az elővásárlási jogával, így maradt a villa köztulajdonban.
A Hagenmacher villa a budai hegyvidék egyik legértékesebb ingatlanja. Istenszeme fogadóként is ismerik, az 1760-as években épült a Normafa közelében. A műemlék a fővárosi önkormányzat tulajdonában van. Már jó ideje üres, nem őrzik, állapota jelentősen leromlott. A Magyar Nemzet írta meg, hogy a baloldali városvezetés novemberben eladta volna a kultikus épületet. Gyorsan találtak is vevőt, akivel 400 millió forintban egyeztek meg, pedig az ingatlan értéke valójában jóval magasabb volt, a vételár többszöröse. Nyilvánosságra került egy levél is, amely szerint a Hagenmacher villát már 2005-ben 1,5 milliárd forintra taksálták. A gyermek és ifjúságvédelmi ügyosztály vagyoni körébe tartozott, és a törvényi előírásoknak megfelelően fel kellett becsültetni. A dokumentumot az akkori főpolgármester helyettes Schiffer János jegyezte. Ebben az szerepel, hogy a 12. kerületi műemléképület értéke 1,5 milliárd forint, vagyis a 1,5 milliárdosra becsült ingatlant 400 millió forintért értékesítették volna Karácsony Gergelyék. A főváros elmutyiszta volna a villát, erről ír a Magyar Nemzet. A lap az ingatlan.com adatai alapján úgy számol, az állagromlást is figyelembe véve 1 milliárd forintot érhet most az egykori fogadó. A fővárosi önkormányzat tehát igencsak áron alul kínálta. Nem lesz privatizáció, az állam él az elővásárlási jogával, közölte Fürjes Balázs a közösségi oldalán. A budapesti agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár szerint az ügy óriási felháborodást váltott ki a hegyvidéken, mivel az államnak elővásárlási joga volt, közbelépett és megvásárolta a villát. Így sikerült elérni, hogy a Hagenmacher villa is a hozzátartozó 4 hektáros terület ne kerüljön magántulajdonba. Most csináljuk. Most árazzuk. A Karácsony Gergely féle fővárosi önkormányzat körül egyre több a kényes ingatlan ügy. Több hangfelvétel is napvilágot látott az elmúlt hónapokban, amelyeken a mocsáros dűlő értékesítéséről és több más ingatlan, köztük a Városháza lehetséges eladásáról tárgyaltak. Ez benne van az árban. Az Anonymous videók szerint a fővárosi ingatlan értékesítéseket egy jól behatárolt kör bonyolítja, jutalékos rendszert működtetve. Szarok rám, hogy van ezeken a hangfelvételen, elnök úr. Karácsony Gergely a botrány kezdete óta tagad, az ügyet vizsgáló bizottság meghallgatásán pedig azt mondta, nem érdekli, mi van ezeken a felvételeken. Az újabb korrupciógyanús ügy kapcsán a Pesti Srácok is arról ír, hogy Karácsonyék fillérekért elkutyavetyélték volna a Hagenmacher villát. A portál megjegyzi, nem ez lett volna az első eset, amikor a főváros áron alul értékesít egy ingatlant a hegyvidéken. A Városháza ügyben érintett egyik ingatlan eladás esetében is hasonló történt. Az Istehegyi úton mindössze 256 millió forintért adott el egy kiemelkedően értékes telket a főváros, amelyet új tulajdonosa néhány hónappal később már 200 millió forinttal többért kínálhatott eladásra. Egy cseh vállalkozás is részt vehetett a Cseh Katalin családjához köthető esetleges céghálóban a gyanús ügyletek lepapírozásában, így tudja a Magyar Nemzet. A NAV ezért a cseh hatóságok segítségét kéri az ügy felderítésében. A gyanú szerint csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatáshoz juthatott a cégháló, a Momentumos EP képviselő azonban a botrány kirobbanása óta tagadja, hogy korrupciós ügyben lenne érintett. Körbeszámlázás és fiktív bizonylatok Cseh Katalinék körül, ezzel a címmel közölt írást a Magyar Nemzet. Úgy fogalmaznak, nem véletlenül nem indított sajtóhelyreigazítási pereket Cseh Katalin. Sorra derülnek ki ugyanis a visszaélésgyanús ügyek a Momentumos politikushoz is köthető szövevényes céghálónál. Most például kezdetnek le fogunk buktatni valakit. Valakit, aki kétszínű volt. A Cseh Katalin körüli botrány tavaly júliusban robbant ki, amikor egy állarcos figura azt állította, hogy egy kettős játékot űző politikust fog lebuktatni. Nem sokkal később nevezték meg Cseh Katalint. A Benfentes.net akkor arról írt, a korábban az ő ügyvezetése alatt álló Pannonia Nyomda Kft. Több mint 285 millió forintnyi EU-s támogatást nyert. A nyomdához köthető céghálózaton keresztül pedig további 4,5 milliárd forintnyi közpénz landolt a Cseh család üzleti partnereinél. Cseh Katalin az M1-nek tagadta, hogy bármi köze lenne az érintett cégekhez. Semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és természetesen visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban költségvetési csalás gyanúja miatt kezdett nyomozni ismeretlen tettes ellen. A közelmúltban pedig tovább bővítették a Momentumos politikushoz is kapcsolható céghálót. A pénzügyőrök feltételezése szerint ugyanis körbeszámlázás történhetett egy cseh vállalkozás közbeiktatásával.
A Magyar Nemzet arról is írt, információik szerint a nyomozók több furcsa körülményre bukkantak. Az egyik ilyet két hologramos technológia működtetésére alkalmas eszköz adásvétele ügyében tárták fel. A magyar vevő által kifizetett több mint 1 milliárd forintos vételár ugyanis maradéktalanul visszavándorolt a vevőhöz. De a hatóság azt is gyanítja, hogy a két eszköz beszerzése meg sem történt, illetve hogy a szereplők fiktív számlákat nyújtottak be. A baloldal visszatéríteni a teljes személyi jövedelemadót azoknak a dolgozóknak, akik minimálbért keresnek. A szocialista Komjáti Imre azt mondta, hogy egyensúlyt akarnak teremteni a munkaadók és a munkavállalók között. Nem kérnek sokat a magyar munkavállalók. Azt szeretnék, hogy kiszámítható környezetben, jó munkakörülmények között, munkavédelmi és munkaügyi biztonságban és tisztességes bérért dolgozhassanak. A baloldal a minimál bért is eltörölné, így reagált a Fidesz. Azt írták, hogy a baloldal már megint össze-vissza kamuzgat, és ígérget mindent. Most éppen a minimál béreseknek, miközben meg se szavazták a mostani 20%-os minimál béremelést. A baloldal miniszterelnök jelöltje azt is kikotyogta, hogy szerinte a minimál bér eltörölhető. Ezzel viszont a baloldal több százezer ember fizetését sodorná veszélybe, így reagált tehát a Fidesz. Az LMP szerint egyes élelmiszerek árának befagyasztása rossz ötlet, mert érdemben nem fékezi az inflációt. Schmuck Erzsébet attól is tart, hogy a boltoknak bevétel kiesést okoz majd az élelmiszerárstopp. A 7 termék árának befagyasztása helyett az alapvető élelmiszerek áfáját kellett volna csökkentenie. Ez ugyanis egyszerre jelentett volna segítséget a kiskereskedőknek és a fogyasztóknak. Csendes gyertyagyújtással emlékeztek a holokauszt nemzetközi napjára Vácott, holnap lesz egyébként maga az emléknap. A városban több ellenzéki politikusnak volt zsidó ellenes megnyilvánulása az elmúlt időszakban. Erre a szervezők úgy reagáltak, hogy a fasiszták nem tűntek el, hanem újra termelődtek. A váci zsidó hitközség elnöke azt mondta az M1-nek, hogy senkit sem lenne szabad vallási hovatartozása alapján nyilvántartani. Az emberi méltóság védelmében gyújtottak gyertyát a Váci zsinagóga előtt szerdán. A szervezők mottója szerint, idézem, a fasiszták nem tűntek el, hanem újra termelődtek. A szervezők ezzel a helyi baloldali képviselők korábbi antiszemita megnyilvánulásaira is utaltak. Az elmúlt hetekben több hírportál is beszámolt a jobbikos Fehér Zsolt rasszista megnyilvánulásairól. A Váci és Pest megyei önkormányzati képviselő többek közt Hitler esetleges eltitkolt fiáról osztott meg egy bejegyzést. Több fotón pedig egy világháborús sisakra hasonlító rohamsisakban szerepelt. Az egyik 2012-es foci meccs eredményét pedig úgy kommentálta, árják, liberálisok, 1-0. Majd a bejegyzés alá azt írta, politikai alapon szurkolok, lehet, hogy a hollandok jobbak voltak, viszont a dán csapatban dánok játszottak. Az Origó rámutatott, Fehér Zsolt nincs egyedül szélsőséges nézeteivel a helyi baloldalon. Azt írják, Tóth Váradi Nagy Bence mosolygós Hitler képpel és egy azon szereplő jaj te kis huncut felirattal jelezte azt, hogy kedveli képviselőtársa rohamsisakos képét. A Váci zsidó hitközség elnöke a szerdai megemlékezés előtt azt mondta, több fenyegetést is kapott az elmúlt időszakban, ezért tartja fontosnak a mostani kiállást. Az, hogy itt antiszemita megnyilvánulások voltak, vannak, folynak, hogy úgy mondjam, akadálytalanul, büntetlenül, az a hatóságok dolga lesz majd. Én a hitélethez ragaszkodom. A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Nem ez az első alkalom, hogy ellenzéki politikusok antiszemita botrányba keverednek. Márki-Zay Pétert többen támadták egy januári Facebook videójában tett kijelentése miatt. A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. A hitközség elnöke erre most úgy reagált, szerinte nem lenne szabad senkit sem vallási szempontból nyilvántartani. Hogy hány zsidó van itt, meg ott, meg amott, az ne legyen senkinek. Magyarok vagyunk, az a közös nevező. Közben a váci képviselőket lemondásra szólította fel a Fidesz-KDNP helyi szervezete az antiszemita és rasszista megnyilvánulások miatt. A baloldali politikusok azonban adásunkig ezt nem tették meg.
Nemzeti sorskérdés a gyerekek védelme. Erről beszélt a Fidesz kommunikációs igazgatója egy konferencián. Hollik István szerint a gender propagandisták úgy akarják elvégezni a gyerekek szexuális nevelését, hogy erről a szülőket nem kérdezik meg. Hozzátette Hollik István, hogy az áprilisi népszavazás egy megelőző csapást jelenthet a gender ideológiával szemben. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a népszavazáson. És ennek azért van különleges jelentősége, mert ahogy a bevándorlás esetében itt is, úgy itt is csak egyszer dönthetünk. Hiszen ezekben a kérdésekben a döntésünk az végleges. Azt már nem lehet visszacsinálni. Újabb baloldali politikus fogalmazott többek szerint sértő módon a Városliget fejlesztése, valamint a Magyar Zeneháza megnyitása kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester száját hagyta el egy interjú közben a következő mondat, idézet következik. Egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szentelt víztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk. A Fidesz szerint ekkora bunkóságot, hogy a szentelt víztartóba bele lehet pisilni, 90 óta nem mondott budapesti főpolgármester. Ez szerintem igenis szentségtörés. Szentségtörésnek nevezte Karácsony Gergely a Magyar Zeneháza felépítését a Városligetben. A főpolgármester erről a fővárosi közgyűlésben beszélt. Ezzel magyarázta a napokban tett nyilatkozatát, amely bejárta a sajtót. Karácsony Gergely ugyanis egy rádióinterjúban úgy fogalmazott, idézem, a 21. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisélni a szentelt víztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk. Véleménye mellett szerdán is kiállt. Ebben nem szeretnék most belemenni mély filozófia, vagy ott esetben teológiai vitákba, amelyeket nyilván egy reggeli rádióinterjúban az ember nagyon röviden foglal össze, de én ezt szentségtörésnek gondolom. A kormánypártok ezt máshogy látják. Ez a mondat, hogy azért ez minimum egy elnézést és egy bocsánatkérést megérdemel. Karácsony Gergely kérjen bocsánatot a Magyar Zeneházát érintő szavai miatt. Így reagált a történtekre a Fidesz-KDNP frakció vezetője. Láng Zsolt napirend előtti felszólalásában arról is beszélt, Karácsony Gergely kifejezetten méltatlanul bántja az épületet és az építkezést, majd bunkóságnak nevezte a főpolgármester szavait. Nem gondolja ezt Budapest főpolgármestereként, Budapest az összes budapesti választót és itt élőt képviselve. Hogy az a mondata, hogy a 21. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisélni a szentelt víztartóba egy templomban, ami talán belefér. Csak tönkreteszi azt, hogy ez a mondat, hogy azért ez minimum egy elnézést és egy bocsánatkérést megérdemel, mert azért ekkora bunkóságot és ennyi embert megvántva ilyet mondani Budapest főpolgármester, szerintem ilyen még nem volt, de 90 óta biztosan. Láng Zsolt kitért a Városháza ügyet vizsgáló bizottság meghallgatására is, majd arra is megkérte a főpolgármestert, hogy a jövőben próbáljon meg ne káromkodni. Karácsony Gergely ugyanis trágár szavakat használva indulatosan reagálta a bizottság kérdéseire. Tehát ön azt állítja, hogy ezek a hangfelvételek nem valósak? Ön azt állítom, hogy szarok rám, hogy van ezeken a hangfelvételen, elnök úr. A főpolgármester erre szerdán csak annyit mondott, mindenkinek vannak bűnei. Az övé az, hogy a vizsgáló bizottság ülésén kicsúszott a száján egy trágár kifejezés. Erős Magyarország mellett erős nemzetrészekre van szükség, ezért nem mindegy, hogy az ország vezetői nemzetben gondolkodnak, védik a családokat, illetve a nemzeti értékeket, vagy nem. Erről Tőkés László beszélt Szatmár Németiben, arra kérte a külhoni magyarokat, hogy regisztráljanak és vegyenek részt az országgyűlési választáson. 23 erdélyi és párciumi irodában segítenek majd a magyar állampolgároknak a regisztrációban. Nem mindegy, hogy kik vezetik Magyarországot, ezért mozgósítanunk kell minden erőnket, minden szavazó és választópolgárunkat odahaza és ide át a határon kívül, hogy az országgyűlésből valóban egy egész nemzetünket képviselő nemzetgyűlés legyen. Tovább növeli a kormány az egyik legnépszerűbb foglalkoztatási program támogatási összegét. Ettől azt remélik, hogy a kevésbé képzett, vagy például a fiatal álláskeresők is munkához jutnak majd. A támogatás főként a kis és közepes vállalkozásoknak szól.
kisebb-nagyobb, még nagyobb traktorból most aztán nincs hiány a 40. Agromas Expo kiállításon. Aki kilátogat a rendezvényre, a Vásárvárosba, megnézheti a világ talán legnagyobb lánctalpas kombányát és permetezőgépét is. Európa egyik legjelentősebb agrárkiállításán a legmodernebb mezőgazdasági gépeket, berendezéseket és a 21. század mezőgazdasági technológiáját mutatják be a kiállítók több napon át. Hiszem azt, hogy az itt lévő technológia, az itt bemutatott tudás az valóban egy ereje teljében lévő agráriumot és egy ereje teljében lévő élelmiszergazdaságot jelképez ma itt Magyarországon. Én nagyon örülök annak, hogy az Agromas Expo lényegében immár évtizedek óta segíti a magyar agráriumot abban, hogy gyarapodjon, segít lényegében képet kapni a technológiai fejlődésről és a legújabb innovációkról. A kiállítók között a nagy gazdaságok, agrárvállalkozások mellett egyre több kis és közepes cég is megtalálható. Olyan vállalkozások, amelyek a mezőgazdasági gépgyártásban vagy az élelmiszeriparban dolgoznak. Nekik is sokat segít, hogy a kormány növeli az egyik legeredményesebb foglalkoztatási programjának támogatási összegét. Vállalkozások munkaerő támogatása című programban a kormányzati vállalás összegét jelentősen tudjuk emelni. Ez az a program, amelyben olyan cégeknek segít a kormány, amelyek alacsony iskolai végzettségű vagy hosszabb ideje állás nélkül lévő munkavállalókat, illetve szakképzett fiatalokat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozások, amelyek 3 hónapon át hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, 300 000 és 500 000 forint közötti támogatást kapnak, havonta dolgozónként. Újabb 6 hónap foglalkoztatás esetén 100 000 forintot. Ez utóbbi összeget emelik február 1-től 150 000 forintra. A cégek jövő 2-től kérvényezhetik a támogatást a kormányhivataloknál. A kormány szerint a programmal már csaknem 40 000 regisztrált álláskeresőnek segítettek munkát találni 21 milliárd forint támogatással. Mi továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy az elért gazdasági eredményeket úgy tudjuk megtartani, hogyha továbbra is a munka áll a támogatásunk központjában, munka áll a célkeresztben, úgy a munkaadókkal, mint a munkavállalókkal való konzultáció során. Célunk továbbra is természetes, növeljük a foglalkoztatottságot, az elért munkahelyeket, a megvalósított munkahelyeket őrizzük meg. A kormány szerint a foglalkoztatás rekordokat dönt, már mintegy 4.700.000-en dolgoznak Magyarországon, többen, mint a rendszerváltás óta bármikor. A legfrissebb adatok szerint a munkanélküliségi ráta is jóval 4% alatt van, ami a kormány által elindított munkaerő támogatási programoknak és az adócsökkentéseknek köszönhető. Ez utóbbi kapcsán a pénzügyminiszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy az Eurostat adatai alapján a legnagyobb mértékben Magyarország csökkentette az elmúlt évtizedben a béreket terhelő adókat. Az idei adócsökkentésnek része volt a munkáltatói adó 600 milliárd forintos mérséklése is. Ezzel Magyarország 2022-ben is megőrizheti az adócsökkentésben elért első helyét az Európai Unióban. Jó esély van arra, hogy a NATO Magyarországra telepítse a védelmi innovációs programjának több elemét. Erről beszélt Palkovics László miniszter a világgazdaságnak. Hangsúlyozta, hogy a technológiai tesztelésekre több ország is jelentkezett, de szerinte jelzés értékű, hogy elsők között Magyarországra érkezik 2 napos terepbejárásra a NATO főtitkár helyettese. A miniszter kiemelte, hogy a magyar kormány számára fontos, hogy minél több EU-s, OECD-s, ENSZ-es vagy éppen NATO-s szervezet működjön Magyarországon. Sorozatban lophatta az autók katalizátorát egy fiatal férfi Budapesten, akit pár napja fogtak el a rendőrök. Eredetileg 2 eset miatt indult ellen eljárás, de most már úgy vélik a nyomozók, hogy több más, eddig felderítetlen katalizátor lopáshoz is köze lehet. A bíróság letartóztatta. Ez a részecske szűrő, ennek 502 000 forint plusz áfa az értéke. A korszerű autók legsebezhető pontját mutatta egy EGRI autószerviz munkatársa az M1 egyik tavaly szeptemberi riportjában. A szakember azt mondta, a tolvajok 5 perc alatt le tudják vágni az alkatrészeket a kipufogó rendszerről. Mivel ezek nemes fémeket tartalmaznak, könnyen eladhatók. Vannak autók, amelyikkel rá könnyebben alá lehet férni, nehezebben, ugye magasabb építésű autókról szokták inkább vinni. Van, amelyiknél a motor mögé van építve a katalizátor, ott nem, mert az nyilván nehezebb, de ami a kocsi alatt volt teljes egészében. A tolvajok sokszor az utcán parkoló autókból lopják el a katalizátort. Aláfekszenek és fűrésszel kivágják a drága alkatrészt.
Így tett egy 22 éves budapesti férfi is, aki január 9-én a zuglói Laki Adolf utcában két autóból is ellopta a katalizátort. Másnap visszament, de pehére a rendőrjárőr kiszúrta a gyanúsan viselkedő férfit. Autójának csomagtartójából több szerszám és egy katalizátor is előkerült. Kiderült az is, hogy sosem volt jogosítványa, és a kocsi papírjai se voltak nála. A zuglói nyomozók a férfit két rendbeli lopásbüntet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásának indítványozását is, amelyet az illetékes bíróság elrendelt. A szabálysértések ügyében külön eljárást indítottak a rendőrök. V. Sándor elszámoltatásakor kiderült, hogy több eddig felderítetlen hasonló ügyhöz is köze lehet. Letartóztatása után újabb bűncselekményekkel gyanúsították meg, így már összesen 11 rendbeli katalizátorlopás miatt folyik ellene eljárás. Idén ismét indít zarándok vonatokat a MÁV, Csíksomjóba, Lengyelországba és Boszniába is. Mindenki abban bízik, hogy a járványhelyzet nem szól, közben nem kell lefújni az utakat. Június első hétvégén két vonat is megy majd a magyarság egyik legjelentősebb vallási ünnepségére, Csíksomjóba, a pünkösdi búcsúba. A székely himnuszt énekelve fogadták a Boldogasszony zarándok vonatot a nagyváradi vasútállomáson 2020 nyarán. Az állomáshoz közeledve szinte valamennyi ablakban megjelentek a magyar zászlók. Ugyanilyen képek készülnek majd a tervek szerint idén is. Májusban Csíksomjóra, júniusban a lengyelországi Csesztohovai Páloskegyhelyre, szeptemberben pedig a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba indulnak majd zarándok vonatok. Az utazásokat szervező iroda vezetője azt mondja, már most nagyon sokan érdeklődnek az indulások időpontjáról. Idén nyáron újabb külön vonatot is indítanak a csíksomjói pünkösdi búcsúba. A csíksomjói boldogasszony zarándok vonat majdnem félig van már az előzetes jelentkezések alapján, de jönnek nagyon szépen a jelentkezések a Fekete Madonna zarándok vonatra, sőt, már az éjszakás, amit úgy hívunk missziós zarándok vonat, amivel pünkösd előtt péntek este indulunk, éjjel kiutazunk, lesznek fekvőhelyes kocsik természetesen a vonaton, részt veszünk a szombati pünkösdi fogadalmi búcsún, és szombatról vasárnapra virradóra hazajövünk. A zarándoklatok nem csak életre szóló élményt, hanem lelki feltöltődést is nyújtanak az embereknek. Erről a katolikus püspöki konferencia elnöke beszélt. Veres András szerint ezek az utak a hit megerősítéséhez is hozzájárulnak. Az imádságainknak általában négy eleme, komponense kell, hogy legyen: a dicsőítés, a hálaadás, az engesztelés és a kérés. Ha belegondolunk, hogy egy-egy zarándoklat imádság, egy lelki gyakorlat, akkor észreveszünk azt is, hogy mind a négy elem valamiképpen ebben a zarándoklatban kifejezésre juthat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerint a zarándokutaknak fontos üzenetük van mindenki számára. Azt üzeni ez a vonat, hogy mégiscsak itt Közép-Európában, itt Magyarországon a keresztény kultúra, a keresztény szokásaink az azért nem egy dohos, egy avittas emlék, nem egy múzeumból előrángatandó valamilyen felírott jegyzet a történelmünk során, hanem a mai napig velünk élő szokás. És amikor a zarándokvonat kifut, akkor ezt a szokást láthatja mindenki. A zarándoklaton középiskolások, külhoni magyar fiatalok és gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek is részt vehetnek, akiknek a költségeit az állam fizeti. 10 éve szerveznek ilyen zarándokutakat, ezeken összesen több mint 20 000 vettek részt. Megérkezett az enyhébb idő, a következő napokban ott is veszélyes lesz rámenni a tavak jegére, ahol eddig biztonságosan lehetett korcsolyázni, főként az északi, illetve a keleti megyékben volt erre lehetőség eddig, de sajnos úgy tűnik, hogy ennek egy darabig vége. A Mátrában mentési gyakorlatot tartottak. Mi az első feladat ilyenkor? Jégről mentéshez sorakoztak fel a tűzoltók a Sástó partján, Eger közelében. Átvették a mentési folyamatot és előkészítették a felszereléseket. A jobb oldali sérült személynek a mentését. Miután a parancsnok kiadta az utasításokat, elkezdődött a mentés. Összerakták a létrát és egy kötelet erősítettek rá, utána pedig a jégre csúsztatták. Egy tűzoltó odamászott a sérülthöz, majd kihúzták őket a partra. Így néz ki a próbamentés, ha a jég nem szakad be a sérült alatt.
Ezután a szakemberek azt is megmutatták, mit tesznek, ha a bajba jutott vízbe esik. Most húzod felfelé! A tűzoltó a karjánál fogva kiemeli, majd a partról kihúzzák őket, mivel a bábú egy közel 85 kilós felnőtt férfi súlyának felel meg, itt is több ember segítsége kell, ahogy egy valódi mentésnél is. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy aki alatt beszakad a jég, kérjen segítséget, és próbáljon meg nem pánikba esni. Akkor arra kell törekednünk, hogy maradjunk a jég felszíne fölött, mert hogyha alásüllyedünk, ott már csak profi búvárok tudnak segíteni, és a túlélés esélye is nagyon kicsire csökken. A mentőakció lényege, hogy a tűzoltóegységek felkészüljenek az éles helyzetekre. Dobre Attila alezredes mindenkit arra kér, hogy legyen körültekintő, és csak a megengedett helyen korcsolyázzon. Mindenféleképpen csak olyan jégfelületre menjen, ahol az üzemeltető vagy az adott esetben a tulajdonosa a vízterületnek ezt engedélyezi, táblákkal jelöli, hogy igen, ezen a jégfelületen biztonsággal tartózkodhatunk. A tavakon a jégvastagság országszerte nem érte még el a 10 cm-t, így továbbra sem biztonságos. Szakemberek szerint várhatóan néhány hét kell még ahhoz, hogy befagyjon, például a Balaton. Vagyis könnyen megeshet, hogy 5 év után idén újra lehet majd korcsolyázni a magyar tengeren. Vagy nem, inkább úgy néz ki, hogy nem. Visszatért az első gólya Magyarországra, kicsit korábban a szokásosnál, de az nem változott, hogy megint a Vörsi gólya volt a leggyorsabb, a napokban látták meg a Somogy megyei településen a Bolt és a Templom közötti fészekben. Kelének hívják az első gólyát, állítólag az apja, Charlie is mindig elsőként jött haza a telelésből. A tollait igazgatja ez a fehér gólya, Kele. Valószínűleg hosszú úton van túl, és lesz mit kipihennie. Hétfő hajnalban ugyanis társai közül elsőként érkezett meg a Somogy megyei Vörsre. Vörsre rendszerint az elsők között érkeznek meg hazánkba a gólyák, így van ez Kelével is. Január 24-én érkezett. Ő egyébként annak a Charlie-nak az utódja, aki 2011-ig haláláig rendszerint az elsők között tért vissza afrikai útjáról. 2020-ban még február 11-én érkezett vissza az első gólya Magyarországra, holt versenyben a Vas megyei Súrival. Idén azonban Kele minden rekordot megdöntött. A korai hazatérés nem ritka jelenség. Szakértők szerint, ha egy madár korán érkezik, akkor ezt a szokást később a fiúkáinak is átörökíti. Több mint 10 éve rendszeresnek tekinthető gólyák magyarországi áttelése. Valószínűleg ennél a madárnál ez egy valós viselkedés, ugye itt arról van szó, hogy ennek a madárnak a feltételezhető egyik szülője is 14 éven keresztül nagyon korán érkezett meg, és ez azt jelenti, hogy genetikai meghatározottság van. Bár az első gólya már Magyarországon van, a tavaszra még várni kell. Igaz, a következő napokban a szokásosnál enyhébb idő várható, ami megzavarhatja az élővilágot. Észak-keleten továbbra is 5 fok alatt várható a maximum hőmérséklet. Délnyugaton, itt Somogy megyében is elérhetjük, akár meg is haladhatjuk a 10-11 fokot. Erre inkább a hét második felében vasárnap, valamint hétfőn számíthatunk. Nem csoda, hogy ez megzavarta az állatokat és a növényeket is, például már a hóvirágok is előbújtak. A gólyák elsősorban rovarokkal vagy rágcsálókkal táplálkoznak, és akár 2-3 napot is kibírnak élelem nélkül. Etetni pedig nem kell őket, akkor sem, ha hó borítja a tájat. A gólyák ugyanis, ha nem érzik magukat biztonságban, széttárják a szárnyaikat és elrepülnek.